A borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása. A közmondással ellentétben a jó bornak is kell cégér. Nem elég, hogy a hazai adottságok kiválóan alkalmasak a szőlőtermesztésre, és az sem, hogy a borászatnak évszázados hagyományai vannak Magyarországon. Ahhoz, hogy az ágazat biztos megélhetést nyújtson a szőlészetből élőknek az ország mind a 22 borvidékén, bormarketingre, technológiai korszerűsítésekre, turisztikai fejlesztésekre is szükség van. Nagyon jó példa erre a Juhász testvérek elhivatottsága, akik az EGRI Kőlyuk pince soron uniós támogatással borkóstoló centrumot alakítottak ki. Az elmúlt éveknek, évtizedeknek köszönhetően a magyar borfogyasztási kultúra szerencsére nagyon sokat fejlődött. Ezt látva mi megépítettük ezt a komoly kóstolócentrumunkat. Itt lehetőség nyílik az ide látogató kedves vendégek számára, hogy méltó körülmények között kóstolhassák meg a termékeinket, és tulajdonképpen itt bepillantást nyerhetnek a borkészítésnek a fortéjaiba, hatalmas pincerendszerünk van, ahol láthatják a borkészítésnek az eszközeit, a folyamatát, utána pedig a látogatás végén pedig a kóstolócentrumba prezentáció útján kommentált borkóstolókat tartunk, és itt megismertetjük az EGRI borokkal őket, a mi termékeinkkel, amit még különböző egyéb extra attrakciós dolgokkal is tudunk fűszerezni. Itt a kóstolócentrumban rendelkezésre áll egy 3D-s moziterem, ahol tulajdonképpen egy filmet lehet megnézni, ahol a mi fejlődésünk, az EGRI borvidéknek a története, illetve a borkészítésnek a folyamatát lehet végignézni. Hazánkban ma 81 ezer hektáron termesztenek szőlőt, a magyar borkivitel pedig nemzetgazdasági szinten is meghatározó. Talán még ennél is fontosabb, amit a borágazat jelent egy-egy borvidéken, például a foglalkoztatásban. Nem csak a borászatokban dolgozóknak ad munkát és megélhetést, jelentősége meghatározó az ágazatra épülő turizmusban, a vendéglátásban és a kereskedelemben. Különösen nagy a jelentősége a borászatnak az olyan hátrányos helyzetű térségekben, mint a Dél-Dunántúl vagy Észak-Magyarország. A borászatban rejlő lehetőségek kiaknázására a kormány a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési időszak vidékfejlesztési programjában 40 milliárd forintos keretösszeggel írt ki pályázatot az ágazat versenyképességének és energiahatékonyságának javítására, technológiai fejlesztésére.